Sűrű a forgalom ennél a nyíregyházi bevásárlóközpontnál. Sokan az utolsó pillanatokban próbálják meg beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Ilyenkor a rutintalan, keveset vezető autósok is a volán mögé ülnek, a többi járművezető pedig a szokásosnál is türelmetlenebb a többi közlekedővel szemben. Az ünnepekhez közeledvén nagyon-nagyon siet, rohan mindenki. Ugye félünk, hogy lemaradunk valamiről, félünk, hogy nem tudjuk azt a valamit megvenni, türelmetlenek, ingerültebbek az emberek. Oktatóként tapasztalom, hogy nagyon sokszor rádudálnak a tanulókra, pedig ugye, tehát főleg az ünnep közelettével azért zsufoltabbak a városok, a belvárosok, de az autópályák is, és ilyenkor azért több türelmet kellene tanúsítani, nem csak a tanuló fele, hanem a többi járművezető fele is. A szakember hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy minden autós a téli útviszonyoknak megfelelően vezessen. A télen keveset autózók számára hasznos lehet a járműkezelésről tanultak felelevenítése és gyakorlása, de a tapasztaltabbaknak sem árt óvatosabban haladni a jeges és csúszós utakon. A téli vezetésnél nagyon-nagyon fontos, hogy motorféket használjuk, és a lábféket csak minimális, illetve csak a megállásnál kell már használni. Alacsony fordulatszámú célszerű járműnek a használata, tehát minél kevesebbet legyen magas fordulatszámon a jármű. Fékpedált ugye említettem, tehát csak éppen a végén használjuk. Ha hirtelen manővert kell csinálni, akkor pedig a kormánymozdulatoknál nagyon-nagyon fontos, hogy ne rántsuk el a kormányt, hanem próbáljunk meg finom kormányzással, finom kormánymozdulatokat tenni. Ugyanilyen fontos a követési távolság megtartása és a téli gumik használata is. Hosszabb út előtt ellenőrizni kell az autó fagyálló és üzemanyag szintjét, fényszóróit, illetve ajánlott jégoldót, törlőkendőket, plusz takarókat, ivóvizet, illetve szükség szerint hóláncot tenni a járműbe.